nukleáris csapással válaszolunk bármilyen atomfenyegetésre, ezt mondta az észak-koreai kommunista rezsim második embere. Fenyenban katonai parádéval ünnepelték az államalapító Kim Ir-sen születésének 105. évfordulóját. Közben Észak-Korea partjai felé egy amerikai hadiflotta közeleg. Nagyapja mauzóleumát látogatta meg Észak-Korea jelenlegi vezetője, Kim Jong-un. A kommunista diktátort az ország legmagasabb rangú vezetői is elkísérték, amelynek Észak-Korea egyik legnagyobb állami ünnepe adott apropót. 105 éve született a rezsimet alapító Kim Ir-sen, vagy ahogy a nép ismeri, a bölcs vezető. Ennek alkalmából elképesztő katonai parádét tartottak Fennyánban. Több százezer ember töltötte meg a főváros legnagyobb tereit, és a hadsereg is kitett magáért. Először tették közszemlére azokat az interkontinentális ballisztikus rakétákat, amelyek tesztjével Fennyán hónapok óta borzolja a nemzetközi kedélyeket. Az ünnepség egyik felszólalója a kommunista diktatúra második számú vezérének számító Cho Rong-ho volt, aki azt üzente Washingtonnak, hagyjon fel a feszültségkeltéssel, különben következményekkel kell szembenéznie. Ha az Egyesült Államok folytatja a felelőtlen provokációt ellenünk, forradalmi erőink azonnali megsemmisítő csapást fognak mérni. Totális háborúra totális háborúval válaszolunk, és nukleáris fenyegetésre saját nukleáris csapással, mondta a Központi Bizottság titkára. Közben elindult 10 napos ázsiai körútjára Mike Pence amerikai alelnök, aki először éppen Dél-Koreába látogat. Korábban Washington arra figyelmeztette a nemzetközi közösséget, hogy eljött a cselekvés ideje, és muszáj nyomást gyakorolni Észak-Koreára, hogy megértse, nem folytathatja büntetlenül nukleáris fegyverkezését.